Magyarország leggazdagabb egyházi kincstára az esztergomi bazilikában található. A gyűjteményt elsőként egy 1526-ban a Mohácsi csatát követő írásos leltár említi. A következő évszázadok során folyamatosan változtak a műtárgyak. A főpapi hagyatékok, adományozások gyarapították, a háborúk és a hadisarc pedig apasztotta a gyűjteményt, amely akkoriban a nagy közönség számára nem volt látható, csupán kiváltságosok gyönyörködhettek a ritkaságokban. Manapság természetesen már múzeumként kezeljük a kincstárat, ez 1885 óta van így, amikor Simor János érsek úgy döntött, hogy az akkora már elkészült új esztergomi bazilikában, újjáépített esztergomi bazilikában berendez egy termet, és ő a nagy közönségnek akarta megmutatni a tárgyakat, és onnantól kezdve természetesen már ezek a mozgások már nem figyelhetők meg, hogy csökken az állomány létszáma, természetesen növekedhet, mert azóta is új tárgyakkal is gazdagodik a kincstár. A kiállítás időrendben mutatja be a liturgikus tárgyakat, kiemelve a felbecsülhetetlen értékű műkincseket. A legrégebbi tárgy az egy 9. századi metzi hegyi kristály darab, amiben, hogyha fölülről megtekintjük a kiállításon, akkor egy belegravírozott kálvária jelenetet láthatunk. Aztán a bizánci sztauroteka, aminek az eredetét sem tudjuk egészen pontosan, hogy hogyan kerül ide. Ez egy Szent Kereszt ereklye tartó tábla, a keleti egyházban egy bizánci munka, csodálatos ötvös munka, a zománcozása figyelemre méltó, párhuzamba szokták hozni a Szent Koronának bizonyos zománc munkáival is. Számtalan kelyhet is őriz a gyűjtemény, amelyből közül Suki Benedek kelyhe az egyik legismertebb, legszebb darabunk, amelynek a díszítése párját ritkítja Európa szerte. Különösen az erdélyi 15. századi ötvös munkáink, csodálja a világ és a művészet történet is, hiszen ilyen mennyiségben, ilyen magas színvonalú ötvös munkákat ebből a korból viszonylag keveset ismerünk, nem maradtak fent. Tehát Európa nagy múzeumaiban is, ha van egy-egy erdélyi kehely, az különösen nagyra becsülik. De mindezek közül kiemelkedik méretében és kidolgozottságában ez a bizonyos Suki Benedek féle kehely. A Szent Korona után az egyik legértékesebb ékszerkincsünk Mátyás király kálváriája, amely szintén az esztergomi kincstárban látható. A páratlan remekmű 1402-ben készült és csak később került Mátyás királyhoz. Érdekessége, hogy kétféle stílusban készült. Felső része gótikus, míg a most is látható talapzat reneszánsz munka. A múzeumot alapító Simor János érsek gyűjteménye 1886-ban egy komoly hagyatékkal gazdagodott. Ipolyi Arnold, nagyváradi püspök halála után esztergomba kerültek az általa őrzött műtárgyak, melyeket megosztottak a kincstár és a keresztény múzeum között. Ipolyi Arnoldnak az érdeme az is, hogy a középkori ötvös technikákat népszerűsíteni kezdi a 19. században, ezáltal reméli a 19. században például az egyház művészet ötvösségének, illetve hát a textil technikáknak is a megújítását. És ő maga is készített, és ösztönöz művészeket arra, iparművészeket, hogy tanulják meg a régi tárgyakat, és ahhoz például már segítenek a kincstárakban, Magyarország kincstáraiban megtalálható ötvös tárgyak szemlélése, vizsgálata, és újak is készülnek. Na, ezekből is van néhány itt a kiállításom. A kincstár gyűjteménye a vallási témák mellett történelmi és művészeti ismereteket is nyújt a látogatóknak. Ez a hármas cél már az alapításkor is megfogalmazódott. Nagyon-nagyon fontosnak tartják a kezdettől fogva, tehát a 19. századtól fogva, hogy a műélvezetben is, hogy lássuk a minőséget. Tehát, hogy meg lehessen különböztetni egy első osztályú kivitelű ötvös tárgyat vagy textíliát a silányaktól. Ez egyébként mind a mai napig feladata a keresztény gyűjteményeknek, hogy felmutassa azokat az értékeket, amik viszonyítási alapot jelenthetnek, akár még a kortárs művészet számára is. Az esztergomi főszékes egyházi kincstárban kapott helyet az az emlékkiállítás, amely Mindszenty József herceg prímás esztergomi éveit idézi meg, illetve középpontba állítja a főpásztor újratemetését és az utókor tiszteletadását.